A 2015-2016-os szezonban menet közben csatlakozott az NB2 keleti csoportjának mezőnyéhez a Sunshine Nyicse. A csapat abban a bajnokságban a 8. helyet szerezte meg, a legutóbbi szezonnak pedig az előrelépés reményében vágott neki a Kovács Tibor által irányított együttes. Ez sikerült is, miután az alapszakaszban elért 5. helyet követően a rájátszásban a 3. helyen végzett a nyíregyházi gárda. A 6. hely volt a kitűzött cél, de már a bajnokság közepén éreztük azt, hogy ez a csapat rendkívül jól össze tud kovácsolódni. Már csak a sérüléseket kellett kiküszöbölni, illetve a sérülteket kellett valahogy pótolni azokon a kritikus mérkőzéseken, amikor fontos volt egy-egy győzelem. De úgy gondolom, hogy a végére, pontosan a végére, az utolsó körre, illetve a rájátszás mérkőzéseire teljes mértékben felgyógyult mindenki, egészségesen összeállt a csapat, és valljuk őszintén, össze is érett. A csapatkapitány Horváth Bence szerint is a rutin és az összeszokottság volt a bronzérem megszerzésének záloga. Véleményem szerint a sikerünknek ez volt az egyik alapvető kulcsa, ugyanis ezért voltunk jobb csapat, mint a tavalyi együttesünk, hogy azokat a meccseket, azokat a kiki meccseket el tudtuk dönteni a rutinunkkal, amikbe tavaly sajnos vereséggel jöttünk ki. A sikeres szereplés után felmerült a feljebb lépés lehetősége, de a klub vezetői még nem határozták meg konkrétan a célokat, ugyanis sok függ attól, hogy milyen játékosokat tud igazolni a Sunshine Nyicse. Ezen még most gondolkozunk a szakmai stábban. Nyilván a játékosokkal is most kezdtünk el tárgyalni, illetve most kezdünk el tárgyalni júniusban, és bízom benne, hogy a nagy része marad, és maradni szeretne. Nyilván sikerül, remélem, kitalálni olyan motivációs rendszert, illetve még igazolni egy-két játékost, aki nagyban ezeket a szép álmokat, hogy mondjuk az NBC osztályába jussunk, ezt nagyban elősegítenék. Nyilván itt szükség lesz majd egy megállapodásra a Kosárlabda Nonprofit Kft-vel is, és a Sportcentrummal is, hogy az esetleges feltörekvő fiatalok, akik nem jutnak keretbe az NB1B-be, esetleg csak edzés szinten, azokra mennyire számíthat a Nyicse együttese. Az NB2-es felnőtt csapat munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja majd. A vezetőség pedig azt szeretné, ha ősztől a megyei bajnokságban szereplő felnőtt és junior együttes mellett az U14-es és az U16-os korosztályban is tudnának indítani csapatot.